Édesapja Morvaországból származott, az osztrák-magyar monarchia császári és királyi hadseregének hadnagyaként került Magyarországra, ahol 1857-ben megnősült, egy évvel később pedig elsőszülött fiúgyermekként világra jött Prohászka Ottokár. Az apa áthelyezései miatt a család többször változtatott lakhelyet, 1866-ban Losontra költöztek. Az ifjú Ottokár itt tanult meg magyarul beszélni, gondolkodni és érezni is. 1869-től két éven át a nyitrai piarista gimnáziumba járt, ahol a legkiválóbb tanulók közé tartozott. Két év után otthagyta a gimnáziumot, hogy szintén két éven át a kalocsai jezsuita gimnáziumba járhasson. Itt határozta el 14 éves korában, hogy szerzetes lesz. 1873. augusztus 4-én felvételt nyert az esztergomi kis szeminárium tagjai közé, ahol 17 éves korában kitüntetéssel érettségizett. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. 1882-ben az Esztergom belvárosi plébánián kezdte meg lelkipásztorkodását, 1904-ben a teológia egyetemi tanára lett. 1905. október 17-én nevezték ki székesfehérvári püspökké, december 21-én szentelte fel 10. Pius pápa, elődje Városi Gyula kalocsai érsek és Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök segédletével. A katolikus néppárt egyik alapítója, a magyar keresztény-szocialista mozgalom vezéregyénisége volt. Az első világháború legkorábbi és legkitartóbb ellenzői közé tartozott. 1919-ben a proletár diktatúra megdöntésére szervezkedő székesfehérvári ellenforradalmárok vezetőjeként tevékenykedett. 1920 és 1922 között parlamenti képviselőként és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának elnökeként dolgozott. Ékes egyéni stílusa révén a modern katolicizmus egyik legnagyobb hatású képviselője, a 20. század elejé katolikus megújulás egyik programadója. Írásai máig hatóak, gondolatai, személye ma is viták keresztüzében áll. Ez életében sem volt másként, miközben kíméletlen harcot folytatott a forradalmi munkás mozgalom és a nyugat, főként Ady Endre ellen, modernista nézetei miatt Rómában 1911-ben három könyvét, köztük az Intellektualizmus túlhajtásai címűt indexre tették. Életműve nehezen illeszthető politikai ideológiai kategóriákba, ezért bírálói és védelmezői egyaránt vannak a legkülönbözőbb gondolkodású körökben. Népszerűsége az ezredforduló óta emelkedőben van. Elfelejtett műveit ismét olvassák. Újraértékelése máig tartó folyamat. Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátlókő is hiába. Lehet otromba, lehet kicsike. Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, s lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélgetni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. S ha lelked Istennel találkozott, utadban minden kő áldást hozott.